Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, mögöttünk már zajlik a műsor, rengetegen vannak, már pedig még dél sincs, az időjárás is kegyes lett, úgyhogy azt gondolom minden adott a sikerhez. Hát örülök annak, hogy a jubileumi 20. birkaszfőző fesztiválon valóban minden összejött, nagyon izgultunk az időjárás miatt, de Németh Lajossal konzultálva megrendeltük a jó időt, és hát úgy tűnik, hogy mindenki remekül érzi magát, ehhez adott is minden, kiváló birkapörkölteket láttam már, amikor itt körbejártam a főzőcsapatoknál, a műsor is igencsak sok rétű, sok színű, több színpadon folynak az események, mindenki jól szórakozhat a mai napon. Hát azt gondolom, hogy nagyon népszerű vált gyorsan a karcak felirat, hiszen itt nagyon sokan készítenek fotót előtte, ez is egy új színfolt. Köszönet ezért a Labonszpa Kft-nek, akik nagyon gyorsan elkészítették, és valóban hát ez ide pontosan passzol, hiszen a egyik jelkép a karcagi Hungaricum birkapörkölt, a másik pedig lenne a karcag felirat nemzeti színekkel, könnyen elnyeri mindenkinek a tetszését. Igen, és hát az Ádor hídra helyezték ezt az egészet, ami szintén karcagnak a jellegzetessége. Ez így van, tehát minden arra utal, hogy itt vagyunk, itt a helyünk, itt élünk, és itt szeretnénk nagyon sokáig élni még kiváló körülmények között. Köszönjük szépen, és találkozunk akkor a 21. fesztiválon jövőre. Hát még nagyon sokat tervezünk természetesen, ez a rendezvény, ez ahogy hallhattuk, megtudhatjuk is tulajdonképpen a kezdeteken nagyon kevés csapattal indult, 30-32 csapat nevezett az elején, és hát lám 270 helyen főzik a birkát, közel 400 lábasban, még lehet fokozni, van helyünk. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget!